Na, akkor elkezdem, jó? Jó van. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és íme jöjjön egy újabb videó, egy kis különlegesség. Ugye annól csináltam egy olyat, hogy megmérettetés, tehát ez volt a videó címe, amiben az volt a szándékom, hogy elmondjam, hogy ne féljetek leállni és megmérettetni magatokat, netán erősebb ellenfelek ellen, vagy egy olyan játékstílusban, ahol idegenek vagytok, hogy netán tanuljatok valami újat, és tudjatok fejlődni. Persze ez mindazoknak szól, akik akarnak fejlődni, tegyük azt úgy, hogy Call of Duty terén, vagy csak alapvetően az élet terén, mert egy nagyon fontos momentum az életnek, vagy netán csak a játékos életünknek abban, hogy fejlődjünk. És ez a videó, amin aki észrevette az ügyesebbek, nem az enyém, úgyhogy itt van velem most Kex, aki egy nagyon-nagyon régi ismerősöm, úgy mondjam, az első között volt, akik még elkezdték követni a csatornámat, és egy igen profi játékos, üdvözöd őket szépen. Sziasztok, srácok! Nos, és valamikor régen mi összefutottunk, ugye eme megmérettetés videó után összefutottunk egy kis játékra, és úgy adta a sors, hogy hardcore-ba mentünk. Mi mind a kettőnknek az idegen műfaj Black Ops 2-ben, de Kexnek végképp. Úgyhogy én azt mondtam neki annó, hogy ha megcsinálja azt, hogy K9-et hív hardcore módban, ami neki egy teljesen idegen világ, hogy úgy mondjam, de amúgy, mint mondva, egy elég jó játékos, és legalábbis nagyon jó játékos szerintem. Ha összehozza a K9-et, kap egy videót, és hát ennek valószínűleg nagyon megörült, vágy te erre a hírességre, mi? Ja. Hello YouTube, Kex vagyok. Na jó, és kap egy videót, ahol megoszthatja az ő véleményét, az ő játék stílusát, hogy ti is kapjatok egy másik szemszöget arról, hogy hogyan játszanak mások, illetve alapvetően arról, hogy megmérettetés. Szóval, első kérdés, amikor felajánlottam neked ezt a videót, mi adta azt a löketet, hogy végigmenj és megcsináld végül a K9-et? Hát én azt hittem, hogy nekem ez nagyon egyszerű lesz, mert sima Domination-ben így baromi gyorsan összehoztam. De ezzel végül egy ilyen 4 órát szenvedtem. De amikor már elkezdtem, akkor azt mondtam, hogy majd a kövi meccsen, majd a kövi meccsen. Aztán 4 óráig nem jött, de utána jött ez a játékmenet és összejött. Mert én igazából ez a gyorsabb játékmódú gyerek vagy, akik mindig nyomja a shiftet, és nem tudok nagyon kempelgetni. De végre beláttam, hogy enélkül ez nem fog menni, szóval Na végére igen, kempeltem. a hardcore az mindig egy kicsit, legalábbis ugye COD 4 óta a hardcore egy kicsit átalakult, és sajnos a kemperebb világ átvette a Ja. hatalmat a hardcore mód fölött. Na, de igen, épp is ezt akartam mondani, ugye Killcore filmedet játszol, mennyire szoktad ezt a játékot játszani? Nagyon keveset, én mindig FFA-zom. Ez hát ugye kihívás, ez tényleg az volt, mert nem nagyon ismertem, de hát megszerettem egy kicsit, azt mondom. Jó, hardcore-ban biztos, hogy nem fogok vele menni, de megszerettem ezzel a Mesélj videóval. egy kicsit a 4 órás útvonaladra vagyok kíváncsi, hogy hogyan jutottál oda, tehát a fejlődés az az evolúció, amíg eljutottál oda, hogy a hardcore játékmódnak felvedd a tempóját. Hát mindig úgy próbáltam, hogy meg legyen az első killstreak, és akkor elbújjam, és behívom Lightning-ot, akkor a zöld párat, és onnan már csak Tehát akkor ilyen várj, mik is tegeket voltak a szedek. killstreakek? Lightning Strike, Orbital Viszat és K9. Orbital Vissza. Igen, az Orbital Vissza az elég jó boost tud lenni, hogyha Nagyon, ja. ölnek, akkor sok pontot kapsz. Na, de amire ugye igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan, mi volt az evolúció, tehát mire jártál, mit tanultál meg abból, hogy alkalmazkodj a hardcore-hoz? Hát igazából elején a csapattársak lőttek le, szóval nagyon figyeltem ezután a csapatra, hogy soha ne vágjak be senki elé, mert azok nagyon lőnek, ők is. És inkább így csapattal mozogtam, mert akkor az ő tagjüket is tudtam szedni, meg tudtunk egymásnak segíteni sokszor. És ilyen, hát ez ilyen csapatjátékosabb lettem tőle szerintem. Tehát magyarul azt mondod, hogy hardcore-ban célszerűbb Csapat. csapatban mozogni. Én Igen. alapvetően mindig magányos farkas vagyok, csak ezért kérdezem. Hát a végén is én is az voltam, mikor én leültem kempelni, ők meg elrohantak, de
Már nem mertem velük menni, mert... Tehát mi volt az a pont, amikor leültél kemp elé? Hát a Lightning Strike után, hogy az egyet se ölt, akkor egy picit így megilletődtem, de akkor így megálltam, mert láttam, hogy az uramon, hogy ott jönni fognak, és jöttek is, és így tudtam, hogy ez ott egy jó hely, ott nem is fognak rám számítani. Szóval UAV, de szóval az UAV miatt mozogtam így. Na ugye, mondtam én, hogy az UAV fontos tud lenni a Call of Duty világában. Mit akarok mondani? Mennyire izgultál így a negyedik óra után, amikor érezted a K9-es kugatását? Hát, így az elején is semmit nem éreztem már, csak hogy megyek, már se tudtam, mit akartam. A fejem is már nem volt a helyén, de amikor felcsillant a remény, akkor így nagyon összeszedtem magam, és arra a pár percre nagyon odafigyeltem. Eléggé fárasztó volt, meg kell valljam. Igen, és egyébként azt is akarom mondani, hogyha igazán az ember már oda kerül a célhoz, és nagyon kell figyelnie, akkor eléggé le tud fáradni, de az a pár perc, amíg maximálisan odafigyel a játékra, hihetetlen teljesítményt lehet elérni. De amit akartam még kérdezni, hogy mi volt az, ami... mert azt nem mondhatod, hogy most csak miattam, mert hogy akarjuk el, hogy legyen egy videó fönt YouTube-on, azért csináltad meg a K9-et, valamit bizonyítani akartál ezzel? Vagy csak házi feladat? Hát igazából, ja, mert hogy sokan mondják már, hogy fejlődöm meg minden, mert elég sok órám is van most már. Már megvan a 400. Black Ops 2-ben véve is van 1000, és akkor most már így bizonyítani is akartam valamit. De ez nagyon, a négy... Nagyon helyes, és ugye, ígérte, tehát annak alapján, hogy hardcore egy új játékmódot, egy új stílus találtál, vagy egy új, biztos vagyok benne, hogy elég sok tapasztalattal gazdagodtál a kempervilág által, és amit akartam, ugye megígértem, hogy fogunk beszélni a megmérettetés kapcsán az ESL-ről, biztos vagyok benne, hogy sokan tudjátok, hogy mi ez az ESL, de ha jól tudom, Magyarországon annyira nem népszerű. Igen. Nagyon nem népszerű, hát alig látok fönn ESL magyarokat. És azt szeretném mondani, hogy legyen ez is ugye a megmérettetés kapcsán, mert ez az egész arról szól, hogy... Hát igazából ez egy ilyen internetes oldal, és itt vannak ilyen kupák, többfajta játék van egy csomó. Végül is Black Ops 2 most eléggé felkapott, de a magyar community-ja, az magyar közössége eléggé... kicsi, és akkor arra szeretnének buzdítani titeket, hogy nyugodtan menjetek föl rá, esl.eu, nézzetek körbe. Van egy olyan funkciója, hogy versus, hogy játszhatsz egy ilyen meccset, ilyen úgy lesz, hogy 5 az 5 ellen, egy ilyen ESL szabályzattal, ami megmondja, hogy a fegyveredre mit rakhatsz, meg hogy milyen fegyverekkel mehetsz, és 5 az 5 elleni játékmód. És akkor itt vannak ilyen rangok, hogy ez egy ilyen európai oldal, de oroszok is vannak, meg pár amerikai is, és itt lehet fejlődni, meg vannak itt 1-1 elleni bajnokságok, 2-2, 3-3, 5-5, csomó minden van, és itt már pénzért is szoktak játszani. Aha, tehát gyakorlatilag pénz nyeremény is szokott lenni? Igen, MV3-ban nagyon sokszor van... Nem pénz, hanem szerver, meg TeamSpeak szerver, játékszerver. Tehát ilyesmiket lehet nyerni? Igen. Ó, ez azért igazán csábító. Kicsit térjünk ki a részletekre, hogy mit akar akkor így az első szabályzat, mondjuk Black Ops fegyverek szintén. Mondja egy fegyver, perkeket, vagy egyáltalán lehet-e használni, stb. Csak egy perket használhatsz az Awareness, amit jobban hallasz, azt hiszem, igen. És hát SMG-ből csak a MSMC-t, meg a csikomot használhatod, csak FMG-t rakhatsz rá, csak freged lehet, flashed vagy smoked, és csak kis pisztolyod, arra is csak FMG. Értem, és van nekik ugye egy anti-cheat programjuk. Ja, igen, a hackerek kiszűrésére. Van egy ilyen program, amit az ESL oldalán le kell tölteni, az egy ilyen wire, az egy ilyen program minden versus meccs elején például, amit így mondtam, ott el kell indítani, és akkor ez így leellenőrzi, hogy nem fut-e valamilyen program a gépeden, mert hogy... Ugye itt bajnokságok is vannak, és ezt azért eléggé ellenőrzik.
Amit akarok mondani, hogy mi a hátulütője, hogyha bant kapsz. Tehát valami olyasmi volt, hogy az egyik srácnál, hogy két e-mail címmel nem regisztrálhat, stb. Valami ilyesmi. Ja, igen. Őt még régen bannolták MV3-ba, és megvette a Black Ops 2-t, hogy ott majd fog velem VS-ezni. És más Steam account-ra telepítette. De az első meccs után ugyanúgy le lett bannolva az elsőről, szóval valahogy nagyon megoldják, hogy valahogy a gépre rakják rá a bant, vagy nem tudom. És utána Értem. egyszerűen nem tudsz visszajönni. Van ilyen rehab, hogy újra nézik az ügyedet. De az egy ilyen fél éves folyamat, és 4%-nak Tehát azt csinálják meg talán. Összességében annyit kell mondani, hogy tényleg kiszűrik azokat, akik bármilyen szinten, módon is bármilyen alkalmazást használnak és cheatet vesznek észre, akkor azokat bannolják. Amit akarok mondani, mennyire kemények a meccsek, mennyire vannak ott igazán jó játékosok? Hát nagyon jók vannak, vannak nagyon jók, de vannak néha nagyon rosszak is, szóval ez a full vegyes, itt mindig szoktak egymást anyázni is nagyba, de szóval minden található, nagyon jó is, nagyon gyenge, közepes. Mit akarok mondani, mit tanultál az ESL-ben, amit a pub meccseken gyakorlatilag nem látsz, vagy nem alkalmazod, tehát mondjuk hát ilyen taktikai okon. Használni az agyamat, ugye már, hogy hát az kell. Például egy, igen, meg hogy ilyen spotokat a mapokra, hogyha ide felmászok, akkor ezeket nézem, akkor a társam lerakja a bombát, hova rakja, akkor én tudom-e úgy őt fedezni, szóval ilyen csapatcentrikus, nagyon. És ezért jó, alapvetően hogyha öten mentek. Mennyivel pörgősebb ott a Call of Duty, vagyis a Black Ops 2 mondjuk, mint rendes online játékban? Tehát egyáltalán pörgősebb, vagy megfontoltabbak az emberek? Hát megfontoltabb. Egyáltalán nem pörgősebb, de nem tudom, én mégis jobban élvezem sokkal, de nem pörgősebb. Néha van egy-két ilyen nagyobb dolog, de amúgy területvédésről van szó nagyjából, amit mond egyik videóban van is. Az, na jó, az jó, lehet, még, a védő még engem is érzi igazság szerint, mert akkor lehet, hogy hagyom a League meccset, és bemegyünk ESL-be, majd ha meg lesz az új gép, és akkor meglátjuk, hogy miről szól is ez az egész, mert kicsit én is magamtól hiányolom ezt a tanulás szintjére vinni a Call of Duty-t, mert Code 4 óta nem csináltam ilyet, csak tapasztalatból játszom, de akkor alapvetően azt mondom, hogyan... Tehát alapvetően, amikor csinálnak-e versenyt, akkor ezt kihirdetik, hogy lehet jelentkezni, és bárkinek lehet jelentkezni, vagy van valami... Hát bárkinek, bárkinek. Ha most csinálsz egy akkuntot, és egy ladderre feljelentkezhet. Értem. És tehát mondjuk hirdetnek versenyt akár 1v1-ben is, hogy pénznyeremény ennyi és ennyi 1v1-ben? Hát 1v1-ben annyira nem szokták, mert annyira azért nem híre, szóval nem nagy az oldal, de... Ilyen 5-on-5-ökre nagyon szoktak, szóval arra figyelnek a legjobban az ilyen, azért jó, hogyha van egy jó csapatod, mert ha öten, ilyen öten nagyon jók vagytok, vagy így 8-an, vagy mindig meglegyetek 5-en, akkor azzal sokáig el lehet jutni. De akkor szó, ami szó igazából, azoknak a klánoknak, akik úgy tervezik, hogy összeállnak hosszú időre, gyakorolnak, és oda teszik magukat, neki kézenfekvő lenne, hogy valami célért küzdjenek az ESL-ben, mert akkor kapnak valami jutalmat. Tehát nem csak az egész arról szól, hogy legyél világ első, vagy Európa első, hanem akkor tényleg kapsz valami jutalmat. Igen, igen. Hát nos. Most mi vagyunk, hát én vagyok 1-on-1 kupán, vagyok egy barátom a 2-on-2 kupának, klánnal vagyunk most 2 kupán, 2 egy bajnokságba, és folyamatosan játsszuk a meccseket. És mit akar, hogy álltok? Ez hát, egy kérdés. Nem rosszul, nem rosszul. Görögökkel vagyok, mert hát mondtam, a magyar community az eléggé rossz. Ez szempontból egy klán van fönn. És ki hát a klán? Az LKS, Elit Katonák Szövetsége. Igen, igen. Nos, jó, én azt mondom mindenkinek, hogy
Ajánlom az elsőt, biztos vagyok benne, hogy én is bele fogok kóstolni keksz, úgyhogy szerintem találkozunk majd, hogyha Persze, persze. összerakom az úrgépet, úgyhogy mehetünk együtt gémelni, de 1v1-ben nekem az az egyik nagy mániám, én nagyon szerettem CoD 4 óta, mindig ott maradtam későre a szerverekig, amíg csak egy ember maradt meg, és elkezdtem játszani, nekem az az egyik kedvencem, arra nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, de ha kell majd egy játékos, többnyire egyébként milyen játékmódok vannak, melyik a népszerű játékmódok így versenyekben? Hát, hogy érted, hogy SD vagy mi? Hát, Igen. csak SD van igazából, ezt így Csak elfelejtettem. SD, a franc vigyeld. De Ja, amúgy... nem, bocs. 1v1-be van TFFA is, vagy ke Hát mi más egy. lenne? Hát igen, 1v1-be van. De még MV3-ban van QS is, vagy Quickscope. De ezeket nagyon nem tudom, mert ezeket engem nem érdekelnek, és ezeket utána se néztem. De amúgy nem csak Call of Duty-ról szól az egész, ezt De nem is hát hiszem, itt hogy a valós. Call of Duty igazából itt nem ez a fő, itt szinte a LOL. Azt úgy nézem, hogy a Igen, LOL League a of Legends. csúcsa. Jó, nos, hát akkor minden esetre köszönöm, hogy itt voltál. Biztos, hogy benne egy tanulságos játékot mutattál be arról, hogy milyen egy idegen környezetben megfelelni az elvárásaidnak. Mert azért mindig nagy kihívás tud lenni, és ennyit tesz a megmérettetés, és azoknak a játékosoknak, akik ugye komolyan gondolják ezt az egészet, hogy ők most komolyan akarnak kodozni, akkor íme ott van nekik az ESL, ami talán azt mondjam többek kicsit, mint Black Ops van a liga meccsek, úgyhogy hajrá srácok, lehet próbálkozni. Köszönöm Kex, hogy itt voltál. Nincs, én köszönöm. És hát akkor hát meg reméljük, hogy biztos, hogy már kifutottunk az időből, amúgy úgy kénytelen leszek valami más játékot is összeszedni tőled, de legközelebbi játékig majd együtt tolhatjuk újra, de szerintem addig semmi komolyat, amíg nem lesz meg az új gép. Még egyszer köszönjük Jó, figyelmeteket, következő videóig. Sziasztok! Elosztok.